Baranyai és Tolna megyei újonca is van az MB3-as labdarúgó bajnokságnak. A Majosi Ese, mely egy szezont már szerepelt a harmadosztály középcsoportjában, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legjobbjával, a Nyíregyháza Spartacus 2-vel játszotta az osztályozót, és feljutott az MB3-ba. A gárda gőzerővel készül a 2022-23-as szezonra. Egyértelmű cél van, hogy benn kell maradni. Megbeszéltem ezt így magamban, hogy maximalista ember lévén én azért ennél többre vágyom, tehát nem akarunk pengélen táncolni, hanem biztos bennmaradás. Belekóstoltunk ugye tavaly, nem feltétlenül a minőség, de nyilván minőségben is óriási különbség van, de fizikálisan nagyon nagy. A legnagyobb különbség, ezt kimerem mondani, az osztály között a megye 1 és az MB3 között van, de nyilván belekóstoltunk, és tudjuk azt, hogy mire számíthatunk. Még egyszer nem szeretnénk abba a hibába, és nem is fogunk beleesni, amiben az előző szezonba, ezért fogunk erősíteni, ezért fogunk többet edzeni, ezért fogunk még többet dolgozni. Ugyanolyan sikert szeretnénk, mint tavaly, amit elértünk. A labdarúgók közül többen játszottak már az MB3-ban. Széles Bence Baranya megyéből indult, focizott Sejjén, a Peacnál és a PMFC-nél. 2020 nyarán igazolt Majosra. A tavalyi szezon egy kemény szezonnak mondanám. Folyamatosan nyakunkon volt a Bonyhád, a Bölcske is egy kemény ellenfélnek számított. Azt gondolom, hogy a következő szezonunk nagyon meghatározó lesz abban a munkában, tehát minél többet kell dolgoznunk, a tavalyinál is többet, és ezáltal úgy gondolom, hogy sikerülhet a bennmaradás. Úgy gondolom, hogy hiányosságaim közé tartozik az, hogy az erőtlen játék, tehát a védelem egyik oszlopos tagja voltam a tavalyi szezonban is, és az előtti szezonban is, és még az erőlefe játékban kell csiszolódnom, hogy minél több akcióban részt tudjak venni. Lednecki Gergő Pakson kezdte labdarúgó pályafutását, játszott Dunakömlődön, Faddon, Bölcskén és Tolnán. Ő is a 2020-21-es szezon óta erősíti a majosi csapatot. Tavaly is elég nehéz volt azért, tavaly is egy nagyon nehéz szezonon vagyunk túl, rengeteget dolgoztunk ezért az egészért, és hát annyi van, talán az lesz talán az előnyünk, hogy egy nagyon jó közösség alakult ki, és hogy hát ezt mindenki együtt akarja, minden srác, aki itt van, edzők, vezetők, mindenki. Közösen megy azért a célért, de mindenképpen fizikálisabb, meg hát sokkal nagyobb kihívásra számít. Voltam itt is az előző MB3 szezonban, akkor érkeztem, és voltam korábban, évekkel ezelőtt Bölcskén is ott volt egy pár szezon. Szeretnénk magunkkal foglalkozni, az az elsődleges, hogy mi rendben legyünk, de nyilván azért ismerjük nagyjából az erőviszonyokat, hát mindenképpen sokat kell dolgoznunk, az biztos. A Majosi Ese július 31-én a szintén újonc Peac ellen kezdi meg a küzdelmeket az MB3 középcsoportjában, hazai pályán.